Közösségi tér létrehozása volt a legfőbb cél 3 évvel ezelőtt az EGRI Polgárok Háza megnyitásakor, mondta Martoni Adler Ildikó a születésnapi rendezvényen. Az eltelt időszak alatt több mint 400 programot szerveztek a helyszínen. Nagyon sok híres ember fordult meg nálunk, ők politikusok, művészemberek, sportolók voltak, és itt vendégül láttuk nem csak a Fidesz tagokat, hanem bárkit, hiszen ezek a rendezvények nyitottak. Hozzátette, állandó rendezvényei is vannak a Polgárok Házának, különböző klubok, jótékonysági akciók, ünnepi rendezvények. A helyszínen megrendezett EGRI Csillagszalonnak is már több mint 50 vendége volt. A születésnapi esten Eperjes Károly színművész mesélt, többek között közéleti szerepléséről, hivatásáról, hitéről, gyerekkori emlékeiről és szüleiről. Felidézte a Tanítványok című filmet is, melyben közösen játszott édesapjával. Apának szóltak, én mindenkit hűtöttem, hogy ne. Apám egyből igen mondott. Matematika, fizika, földrajz, rajzszakos tanár volt, és úgy mozgott ott, komolyan mondom, Isten neveljen számra, nagyon-nagyon jó színész volt a papa. De én lejátszottam életembe először. Ő ott rendezett is a falunkba. A színésszel Nyitrai Zsolt, Egerés térsége országgyűlési képviselője beszélgetett.